Nincs könnyű dolguk a pedagógusoknak, amikor a holokausztról kell tanítaniuk. Történelmi hátterét, a puszta adatokat könnyű ismertetni, a tények mögé láttatni nehezebb feladat. Most ebben segített a Győri Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság. A holokauszt 70. évfordulójának emlékére szerveztek tanári konferenciát a megyében oktató általános és középiskolai magyar szakos tanároknak szombaton. A tanárokat próbáljuk olyan aktuális témákban autentikus információkkal ellátni, amelyeket felhasználhatnak oktató-nevelő munkájuk során, és hát át tudják adni a gyerekeknek érzelmektől sem mentesen azt az időszakot, vagy arról az időszakról egyfajta képet alkossanak, amely hát ezt a szomorú történeti eseményt végigkísérte. Tehát itt ismereteket és érzelmeket is igyekszünk közvetíteni a jeles előadók közvetítésével. A téma tanári módszertanának kidolgozásában az érzelmi oldalt is érdemes lehet megvilágítani. Ebben van nagy szerepük az oktatóknak. Tudatosítani kell bennük, hogy ez a magyar emberi lélektől idegen érzésvilág, és ezt az elkövetkező időszakban véletlenül sem szabad megközelíteni sem. A Győri Városháza dísztermében olyan témákban tartottak előadásokat, mint a náci ideológia, az embermentési akciók és ennek irodalmi vonatkozásai. A konferencián a témához kapcsolódó irodalmi élményeiket is megosztották egymással a résztvevők.